Köszöntöm Önöket! A Pécs TV híradóját látják, főbb híreink néhány mondatban. Részben megnyitott a vásárcsarnok, a külső részre már visszaköltözhettek az árusok. Érettségi, könnyen alkalmazkodtak a végzősök a speciális körülményekhez. Örül a PMFC, az MLS döntése értelmében az MB2-ben folytathatja a klub a versenyzést. Újra megnyitott a vásárcsarnok, legalábbis részben. Május 6-ától a kültéri részre már visszaköltözhettek az árusok. A csarnokhoz kora reggel már sok vásárló érkezett, hogy beszerezze a legkülönfélébb zöldségeket, gyümölcsöket vagy növényeket. Szinte mindenki maszkot és kesztyűt viselt, a szociális távolság betartására is igyekeztek odafigyelni. Az eladók számítottak rá, hogy az újranyitás napján nagy forgalom várható. Ez várható volt, hogy ennyien lesznek, de így betartja mindenki a szabályt, hogy látom, mind megtartják a távolságot egymástól. A vásárlók örültek, hogy ismét a vásárcsarnokban szerezhetik be a friss zöldséget és gyümölcsöt, és nem kell felkeresniük a bevásárlóközpontokat. Nagyon örülök. Hát képzelj el, itt lakom a szomszédba, és be kellett járnom mindig az üzletekbe, és csak átjövök, és bevásárolok, amik kell. Igen, igen, mert az hiányzott már kijövetel is, úgyhogy már nagyon jó, jó. De ha bennék, nyilván még jobb lenne. Erre nem kell sokáig várni, hiszen szombaton a belső eladótér is megnyílik. A csarnokba a Bajcsi-Zsilinszky utca felől lehet majd bemenni, és a távolsági buszmegálló felüli kijáraton távozni. Egyszerre pedig maximum 100-an tartózkodhatnak az épületben. Május 11-től a vásárcsarnok reggel 5-től délután 5 óráig tart nyitva. A háttérkép az Eastside Gallery-nek az egyik festménye, aminek az a címe, hogy megtanultad, mi a szabadság, és ne felejtsd el. A tabló már elkészült, a diákok viszont még nem végeztek az idei érettségi vizsgákkal. Szerdán reggel 9-kor történelemmel folytatódtak az írásbeli tesztek. A PTE Babics gimnáziumában az iskolába lépéskor egyből kézfertőtlenítéssel kezdtek a diákok, ezt követően foglalhatták el kijelölt helyüket a tantermekben. Láthatóan mind a tanulók, mind a tanárok könnyedén hozzászoktak a veszélyhelyzet miatti speciális körülményekhez. A felkészüléshez pedig még hasznos is volt a karantén. A töri érettségire én természetesen otthon készültem fel, egyedül, de nagyon örültem, mert a tanárunk rendkívül rugalmas volt, és a helyzet ellenére is nagyon sokat segített nekünk. Személyesen, és gondolom ezzel a diáktársaim jó része így van, hogy jól jött nekünk ez a sok szabadidő. Az eddigi visszajelzések alapján a nehezített körülmények nem befolyásolták az érettségizők teljesítményét, és az idei feladatokat sem tartották megoldhatatlannak a diákok. Én azt gondolom, hogy nem viselte meg őket az átlagosnál jobban. Szépen érkeznek, betartják a szabályokat, mindent betartanak, amit kérünk tőlük, odafigyelnek. Azt hallottam mindkét nap eredményeképpen, hogy viszonylag egyszerűen megoldható volt a teszt. A magyart különösen kedvelték, a mateknál azt mondták, hogy az is megoldható volt. Az érettségig csütörtökön és pénteken az angol és a német vizsgákkal folytatódnak. A kormány döntése nyomán a koronavírus miatt kialakult helyzet miatt augusztus 15-éig nem lehet 500 főnél nagyobb tömeget mozgósító rendezvényt megtartani. A korlátozás az Ördögkatlan Fesztivált is érinti, a legnagyobb délbaranyai rendezvény sem kezdődik el a már meghirdetett időpontban. A már megvásárolt bérletek érvényesek lesznek a 2021-es fesztiválra, vagy visszaválthatóak, olvasható a fesztivál szervezők közleményében. Ősszel, október 22 és 25-e között pedig Ördögkatlan napokat terveznek a megszokott helyszíneken, zárul Kis Móni és Bérces László közleménye. Az ágyak már frissen húzva és előkészítve, de az asztalok egyelőre még üresen állnak ebben a hosszú hetényi vendéglőben. Ám a nyugalom csak látszat. Az Almalombé terem is nagyban készül a nyitásra. Sok vendégre számítanak, hiszen a Best of Budapest and Hungary szavazásán a tavalyi év egyik legjobb vidéki éttermének választották a helyet. A vezető Ásványi Rita pedig az év vidéki éttermese címet is elnyerte. A januárban indult versenyen online lehetett szavazni a kedvenc étteremre. Idén csak nem 15 ezeren adták le voksukat. Nagy megtiszteltetés, és örömmel láttuk a nevünket ezen a listán. Főleg azért, amilyen éttermek szerepelnek még rajtunk kívül a listán. Talán ez az elmúlt 5 év megfeszített munkájának a visszaigazolása, hogy
hogy kitartottunk a gondolataink és az elveink mellett, és lehetőleg ezt egyre többen veszik észre. A veszélyhelyzet alatt az Almalom panzió is zárva tartott. Ez idő alatt több jótékonysági akcióban is részt vettek, valamint saját készítésű félkészen elvihető tésztáikat is bevezették a piacra. Május elején azonban már csak nem teljesen készen állnak az újranyitásra. Az új étlapunk már elkészült, úgyhogy ezt nagyon ajánlom a kedvelőinknek, hogy nézzék meg a Facebookon, és nyilván minél előbb kóstolják is meg. Az étterem maga a szombaton fog kinyitni délben. Már nagyon sok foglalásunk van, úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy az emberek továbbra is bíznak bennünk. Ahogy arról már korábban beszámoltunk, a Best of Budapesten Hungary szavazásán a legjobb vidéki étteremnek a Pécsi Balkán Bisztrót választották. Az Almalom panzió mellett pedig a Baranyai Tenkes Csárda is előkelő helyen végzett a versenyben. Feljutott az MB2-be a PMFC. A Magyar Labdarúgó Szövetség hétfőn kiadott közleménye szerint minden félbeszakított MB3-as bajnokságot befejezetnek nyilvánítanak. A csapatok a tabellán elfoglalt helyezésük alapján esnek ki jelenlegi osztályukból, vagy kvalifikálják magukat egy magasabb divízióba. A PMFC szakmai stábja és játékosai telefonon értesültek a szövetség döntéséről. Nagyon boldogok, csak azt sajnálják, hogy nem tudnak együtt ünnepelni a szurkolókkal. Persze szerettünk volna, hogyha ezt a pályán az utolsó fordulóban a közönséggel közösen egy nagy ünneplést tarthatunk volna. Erre készültünk is, megmondjuk őszintén, tehát igazából már nagyon nagy terveink voltak, hogy a saját szurkolóinkkal hogy fogjuk tudni ezt meg ünnepelni, de hát most ezt az élet így rendezte. Mondom, ebben a szomorú helyzetben, meg ebben az időszakban most ezt gondolom, hogy ez egy kicsit nekünk, akik azért azt gondolom, hogy nagyon keményen dolgoztunk itt az elmúlt időszakban, hogy ez tényleg megvalósuljon, és ez egy hosszú folyamatnak az a lépése, ami most adhat lökést, és visszaindulhatunk általunk talán megérdemelt helyen lévő bajnokságokban. Ahogy arról már korábban beszámoltunk, a PMFC játékosai március közepe óta otthon edzettek. Mivel a kormány legfrissebb rendeletében engedélyezi a sportszervezeteknek az edzések tervezését, fokozatosan visszatérhetnek a labdarúgók a futballpályára. Az azonban egyelőre még kérdéses, hogy a járványhelyzet befolyásolja-e a következő szezon indulását. Optimális esetben a 2020-21-es idény augusztus második felében kezdődhet. Jótékonysági FIFA versenyen indult a PMFC e-sport csapata. A KNTH Magyar Nemzeti e-sport bajnokság meghívásos rendezvényén 12 klub vett részt. A szervezők a torna bevételét a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége és a Mentőangyal Alapítvány részére ajánlották fel, ezzel is támogatva a járványi időszak alatt dolgozó egészségügyiseket. A FIFA tornát a Hungarian Pro Clubs League közösségi oldalán lehetett nyomon követni. Itt az érdeklődők élőben magyar komment tárral tekinthették meg az összecsapásokat. A PMFC játékosai a negyed döntőkig jutottak, itt a Digisport Honvéd búcsúztatta őket. A jótékonysági versenyt is ők nyerték, büntető párbajban kiejtve a Trollfoci e-sport csapatát. Főbb híreink még egyszer néhány mondatban. Részben megnyitott a vásárcsarnok, a külső részre már visszaköltözhettek az árusok. Érettségi, könnyen alkalmazkodtak a végzősök a speciális körülményekhez. Örül a PMFC, az MLS döntése értelmében az MB2-ben folytathatja a klub a versenyzést. Híradónk végén néhány szó az időjárásról. Szerda este derült lesz az ég Pécsett, a levegő 10-12 fokig hűl. Csütörtökön reggel napsütésre ébredhetünk, a hőmérséklet 8-10 fok körül alakul. Napközben túlnyomóan derült lesz az ég, csapadék nem várható. Az északnyugati szél erős, helyenként viharos lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 fok körül alakul. Önök a Pécs TV híradóját látták, köszönjük megtisztelő figyelmüket. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor várjuk Önöket. Viszontlátásra!